Ezt az autóst azért állították meg a rendőrök, mert a rendszámfelismerő rendszer hiányzott az egyenruhásoknak. Végül kiderült, hogy a kocsi engedélyeivel minden rendben, a sofőrnek azonban másfél évvel ezelőtt lejárt a jogosítványa. Az asszonynak bírságot kell fizetnie. A közlekedésbiztonsági akció egy verseny is, amelyre az ország több kapitányságáról érkeztek egyenruhások. A cél az, hogy megtalálják a körözött autókat, és kivonják azokat a kocsikat a forgalomból, amelyeknek a papírjai nincsenek rendben. Becslések alapján a hazánkban forgalomban járműveknek a 20%-a nem rendelkezik műszaki érvényességgel, vagy nem felel meg a közúti forgalomban történő részvételet. Ugye ez mindegyik közvetlen balesetveszéllyel jár, tehát ezeknek a kiszűrésével tudunk segíteni a saját baleseti helyzetünkön is, hogy javuljon. A polgárőrök és a rendőrök az úgynevezett Matrix rendszámfelismerő rendszer segítségével végezték munkájukat. Le is nézzük ezt a rendszámot. A szerkezet összekötetésben van a rendőrségi adatbázissal, így az egyenruhások csak azokat a járműveket állítják meg, amelyekkel nagy valószínűség szerint valami probléma van. A rendszámfelismerő rendszer rögtön tájékoztat arról, hogy kell-e szükséges intézkedni, hiszen műszaki érvényesség lejártát jelzi, forgalomból kivonást jelez, vagy körözött személyt, vagy autót jelez nekünk rögtön. A közlekedésbiztonsági akcióban összesen 13 csapat vett részt, a kupát pedig azok vitték el, akik a legtöbb körözött autóst lefülelték.